Kútvölgyi Erzsébet kapta idén a Páger Antal díjat, a közönség felállva vastapssal köszöntötte. A színésznő óriási megtiszteltetésnek tartja az elismerést, már csak azért is, mert Páger Antallal, vagy ahogy ő nevezi, Tini bácsival nagyon jó viszonyban volt. Köszönöm, ha bármikor ájulnék, kapja rá. Kútvölgyi Erzsébet a mellette álló férfitől kérte, hogy figyeljen rá, miután megtudta, hogy házi orvos. Makon sokan elmentek Páger Antal szülőházához, hogy megemlékezzenek a színész legendáról. Az ünnepség bent folytatódott, a hagymaházban összegyűlt közönség percekig tapsolt, ugyanúgy, mint az előadások után. A díjat, Páger Antal aranygyűrűjének másolatát 2002-ben ítélték oda először. A zsűri, amiben mások mellett Hegedűs D. Géza, Tordi Géza, valamint Gyarmati Antal, Páger Antal unokája is benne van, egyhangúan döntött, hogy idén ő kapja az elismerést. 86 volt talán a Tini bácsi, vagy 87, amikor meghalt, és ezt a színháztól kapta, ezt a 80. születésnapjára. És ahol tudta, ő ezt mindig hordta is. Tehát ez egy igazi rang, olyan, mintha most ő fölhúzta volna a kezemre. Kútvölgyi Erzsébet számtalan elismerést kapott már az utóbbi évtizedekben. 1977-ben Jászai Mari díjat, 2008-ban pedig Kossuth díjat. Ma azt mondta, tele van energiával, és amíg beszélni és menni tud, addig reméli, mindig találnak neki szerepet a színházban.